Miskolcon a Minolita templom előtt, ahogy látszik is a háttérben, és egy nagyon érdekes programajánló kereteiben jelentem meg itt a képernyő előtt, hiszen november 8-án Miskolcon a Nemzeti Színházban egy jótékonysági gála koncertre kerül sor, amit a Miskolc Minolita templom javára fordítunk, hiszen történt a nyáron egy sajnálatos elektromos tűzeset itt a templomban, és nagyon jeles és híres embereket igyekeztem, mint főszervező és egyben fellépő meghívni erre a műsorra. Többek között Eperjes Erikát, Jancsó Dórát, Seres Ildikót, a Miskolci Nemzeti Színház művészeit. Továbbá hozzájuk csatlakozik majd Budapestről a Magyar Állami Operaházból Balczó Péter, aki egyben az Adagio együttes egyik énekese is. Továbbá jó magam is részt fogok venni ebben a műsorban. Továbbá egy volt kedves énektanárom, Lévai Jolán is csatlakozik, illetve az ő fia, aki zongoristaként fog velünk részt venni ebben a műsorban. Valamint elárulhatom azt is a kedves nézőknek, hogy néptánccal is fogunk tudni szolgálni ezen a kis esten, hiszen a Miskolci Avas Néptánc Együttes is részt fog venni ebben a műsorban. Úgyhogy tőlük is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet, illetve a művészektől is. Remélem, hogy nem hagyok ki senkit a sorból, de már most rögtön kihagytam volna a sorból Simon Fruzsinát, aki milyen fiatal generáció és velem egy korosztály ugyancsak csatlakozik a műsorhoz. És ezúton is nagyon meg szeretném köszönni Béres Attila igazgató úrnak, hogy támogatta az ötletünket és kiadta nekünk a nagy színház termét. Mindenkit arra buzdítok, hogy a Miskolci Minolita templom javára fordítsunk egy kis jótékonykodást, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk november 8-án, tehát a Miskolci Nemzeti Színházba este 7:30-ra, ahol egy nagyon hangulatos operett, opera, klasszikus és musical műsort láthatnak a kedves nézők.